mindjárt kezdeném a... A Jobbik tiltakozik az ellen, hogy közpénzekből 172 millió forintot költsenek az Operint utca 1 szám alatt található, főként romák lakta sarokház felújítására. Balassa Péter képviselő kijelentette, hogy az sem váltotta be hozzáfűzött reményeket, amikor több mint 10 éve 100 millióból rendbehozták a Györfi István utca 7 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant. A Jobbikos városatja viszont egyetért a többi tervezett fejlesztéssel, így például a Károli Gáspár tér és a református templom rekonstrukciójával. Horváth Zoltán elfogadhatatlannak tartja azt a rasszista hangnemet, melyet a Jobbik ütött meg az Operint utcai sarokház felújításával kapcsolatban. Az LMP-s képviselő úgy véli, hogy a Falkógyár tervezett bővítése előtt egy környezetvédelmi hatástanulmányra lenne szükség. Az ellenzéki párt nem támogatja azokat az elképzeléseket, mely szerint a Zanati úti körforgalomnál a 4-sávos közúttal azonos szintben oldanák meg a gyalogosok és kerékpárosok áthaladását. Az MSZP szerint elhibázott lépések azok, melyek a költségvetés módosításakor történtek, szerintük nem szabadna átcsoportosítani a város üzemeltetési tartalékot, valamint hiba a szociális segélyezésre szánt összegek megnyírbálása. Ezért ezeket ők nem is szavazták meg. Németh Kálmán elmondta, hogy nem értik azt sem, hogy a Falkógyár a bővítéseivel kapcsolatban miért nem kommunikál a lakossággal. A Grenell ügyben pedig úgy vélik, hogy a város vezetése csak húzza az időt, lebegteti a témát, szerintük egyértelműen igent, avagy nemet kellene mondaniuk. Horváth Attila az MSZP sajtótájékoztatójának végén bejelentette, hogy vizsgálat indítását kérik a polgármestertől egy olyan ügyben, mely véleményük szerint erősen korrupciógyanús. Szakály Gábor szerint a májusi közgyűlés alapvetően a fejlesztésekről szólt, bár az is igaz, hogy a Jobbik e témához kapcsolódó közleménye komoly vitákat váltott ki. A fideszes képviselő úgy véli, hogy minden jogszabályi feltétel adott ahhoz, hogy az Operint utca 1 szám alatti sarokház felújításakor ki tudják szűrni azokat, akik nem képesek rendeltetésszerűen használni az ingatlanokat. A város vezetése szerint Szombathelyen prioritást élvez a fedett uszoda és a termálfürdő üzemeltetése, így ezek bezárásáról szó sem lehet. Igaz, hogy működtetésükkel vannak gondok, de a megoldást meg kell találni. A Grenóral kapcsolatban kezdeményezik egy reprezentatív közvéleménykutatás megszervezését, melynek segítségével a város teljes lakossága véleményt nyilváníthatna az üggyel kapcsolatban. A Zanati úti körforgalommal kapcsolatban viszont úgy döntöttek, hogy a felszínen kell megoldani a gyalogosok, kerékpárosok áthaladását.